Cegléden először 1910 körül egy helyi iparos, Rónai János készített az akkoriban elérhetővé váló alumínium lemezből kannát. Az addig használt vízhordó edények, ha célból készültek, akkor nehezek voltak. A cserépedények pedig törékenységük miatt nehezen voltak kezelhetőek. A ceglédi kanna néven ismerté vált edény volt a könyvtár tegnapi rendezvényének témája is. Természetesen a beszélgetés vendége volt az ipartestület helyi elnöke is. Rónai János ugyanis az ipartestület elnöke volt 1913 és 1934 között. Az alumínium ugye tudjuk, hogy könnyű. Javítható volt a ceglédi kanna, nem úgy, mint az ománcozott kanna, és praktikussága szempontjából így olcsóban tudták előállítani, majd tudták ugye javítani ezt a kannát. Így jobban elterjedt országosan, sőt a világba is. A mezőgazdaság főleg kézi munkára támaszkodott, így az ivóvizet sok ember számára kellett a földekre kiszállítani. Praktikussága miatt a kanna hamar kedvelté vált. Előbb csak a környező településeken terjedt el, később máshol is megismerték. Majd újra híres lett szülőhelyén is, méghozzá egy zenés rendezvénynek köszönhetően. Ennek egyik szervezője Pap Zsolt volt. Igazából az volt az ötlet, hogy próbáljunk Ceglédnek valami olyan brandet kialakítani, amit így ismernek az országban, sőt még nemzetközi szinten is, és akkor kutakodtunk, hogy mi az, ami Cegléd és Cegléd eszébe juthat mondjuk egy külföldinek, vagy eszébe juthat egy más városban élőnek, és akkor Ceglédi kanna adta magát, ráadásul ugye zene is, úgyhogy ráraboltunk, és akkor kitaláltuk a Ceglédi kannabált, és fel is építettük, két alkalmat meg is élt, szerintem egy jó zenés rendezvény volt, elég színes zenekarokkal, elég sok mindenkit sikerült rávenni, hogy mondjuk a saját zenéjében használja a kannát. A ceglédi kanna ugyan vízhordó edény volt, ám hamar hangszerré vált. Nem véletlen hát, hogy az est vendége volt Francia Dániel előadó művész is, aki már nagyon fiatalon megismerkedett a ceglédi kanna adta lehetőségekkel, és népszerűsíti azóta is. A kanna ugye anatómiailag, tehát anatómiai szempontból másfajta lehetőségeket biztosít, mondjuk egy ütőhangszer, kézi ütőhangszeres játékosnak. Tehát más szögben tudom megütni a hangszert, más ujjakat tudok használni, akár hogyha azt veszük, hogy nincs egy membrán ezen a testen, hanem a levegőnek a visszaütődése fogja adni a hangot. Tehát ezek az akusztikai sajátosságok, amik igazán egyedivé és különlegessé teszik azt a hangszert. A Városi Könyvtár által szervezett és Szabó Ágnes által moderált beszélgetésen Rónai János leszármazottjai is ott voltak. A ceglédi kannáról terveink szerint hamarosan hosszabb beszélgetést láthatnak és hallhatnak majd.